Bábolna művelődési intézménye aszfaltrajz mozgalmat indított azzal a céllal, hogy a hosszú járványhelyzet okozta bezártságból kicsit jobb kedvet derítsék a település lakóit. A szabadidőközpont előtti gyérforgalmú útszakaszon kezdtek el rajzolni az intézmény munkatársai, melyet bárki, aki késztetést érez, folytathat. Krétát is hagytak a helyszínen, hogy a hirtelen ötletek is megvalósulhassanak. Első követőjük Helyes Jenő festőművész volt. Ismét egy újszerű kezdeményezéssel állt elő a Város Művelődési Intézménye. Itt a szabadidőközpont előtt kezdtetek el rajzolni, színes rajzokat készítettek, nem csak a dolgozókkal, de meghívtátok most erre az alkalomra Helyes Jenő festőművészt is. Mi is ez a kezdeményezés, mi lesz ebből? Úgy tudom, hogy kicsit tágabb határokat próbáltok ennek adni. Valóban új kezdeményezés, mindig ötletelünk, szeretnénk mi is nyilván a lehetőségeinkhez mérten teljesíteni, és hát miután ugye nem tudunk kontakttal semmiféle rendezvényt szervezni, a saját profilunkban egy kicsit mi szomorúak vagyunk, és ugye úgy látjuk, hogy nem csak mi, most már azért az emberek közérzete sem a legjobb, ezen szeretnénk egy picikét változtatni. Tudjuk, hogy rendkívül sokan vannak bajban, sok a beteg, nem is szeretnénk elbanalizálni a helyzetet, csupán egy apró kis örömöt szeretnénk magunknak is és a közösségnek adni, azzal, hogy ezt az aszfaltrajz kis mozgalmat elindítjuk. A lényege tényleg csak az, hogy jobban érezzük magunkat, valamit adhatunk mi is a közösségnek és a településnek. Bábolna tavasszal, ez lenne a címe annak az alkotásnak, amit szeretnénk, hogyha a lakosok folytatnának majd itt a szabadidőközpont előtt, ahogy már említetted is. És hát hogy hogyan mehet ki ez a település határaink kívül, úgyhogy miután most ma elkezdjük ezt a rajzolást, akkor szeretnénk felkérni a szomszédainkat, Nagy Igmándot és Ácsot, illetve bármelyik másik települést a megyében, aki ehhez a kis mozgalomhoz szívesen csatlakozna és hasonlóan érez hozzánk, hogy ők is kezdjenek bele egy ilyen biztonságos területen, mint nálunk a szabadidőközpont előtti aszfaltszakasz, és okozzanak örömet a település lakosai gyakorlatilag egymásnak. Egy összefüggő rajzot szeretnénk a végére, gyakorlatilag egy olyan játék, aminek talán lesz egy szép aranyos eredménye, és remélem, hogy minél többen csatlakoznak majd hozzá. Talán egy másik lehetőség is lenne, ezt is megpróbáljuk még ma, hogy a testvértelepüléseinket megszólítjuk ezzel az akcióval. Azt várjuk, hogy ha csatlakoznak, fotót, videót küldenek arról, hogy ők maguk is tettek valamit, valami apróságot ebben az ügyben.